20. század első felének voltak éppen az egyetemes magyar zene egészének legnagyobb befolyása Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásága adta meg az alapját. Zenei eszmélésük mindkettők részéről a népdal irányából indult el, ám mindketten más-más utakat jártak be. Amíg Kodály a romantikából kinőtt nemzeti stílussal ötvözte a népdalt, Bartók azt alapelemeire bontotta, és a 20. század zeneszerzői feladataival mérte azokat össze, és így alkotott világzenetörténeti jelentőségét, szintézést. Így válik Kodály nemzeti zenénknek nagy fontosságú reprezentásává, Kodály pedig az egyetemes zeneélet és zenetörténet egyik legkiemelkedőbb alakjává. Kodály Zoltán 1923-ban komponálta a Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 50. jubileumára a Salmus Hungaricus. Ezután teljes munkabírását és energiáját a zenei nevelés színvonalának emelésére és ennek részeként a kórus mozgalom megteremtésére, kiteljesítésére fordította. Zeneszerző munkásságát egyértelműen és félreérthetetlenül a népdalok befolyásolták és határozták meg. Hári János 1927-ben íródott, Marosségi Táncok 1930-ban látta meg a napvilágot, a Székelyfőnő 1932-es eredetű, a Galántai Táncokat 1933-ban írta, és a Páva variációkat 1940-ben megkomponálta. A II. Világháború követően erőfeszítésnek kiterjesztésére zeneiskolák sora alakult, és az oktatás rendszerét korszerűsítésre kidolgozott módszerét széles körben alkalmazták és alkalmazzák, nem csak Magyarországon, de ugyancsak a széles körben a világon mindenütt. A mester 1967-ben hunyt el. Bartók Kékszakállai Herceg Vára című operáját 1911-ben komponálta, és ez csak 1918-ban a Fából faragott Királyfi című táncjáték sikeres bemutatója után mutatták be. A két háború között elismert zongoraművészként sokat koncertezett Magyarországon és külföldön. 1936-ban készült a zene húros hangszerekre, Ütőkre és Cselesztára című műve. 1939-ben komponálta Divertimentót. Amerikai emigrációban írta a zenekarra alkotott koncertót, a szólószonátát hegedűre és a harmadik zongoraversenyét. Brása versenyét már nem tudta befejezni. 1945. szeptember 26-án halt el, és hamvait 1988-ban szállították haza, és a farkasréti temetőbe helyezték el. Bartók és Kodály műveit a világ kiemelkedő zenekarai rendszeresen műsorokon tartják, a zenekedvelő világ eminens hangversenytermeiben. Dohnányi Ernő és Weiner Lejó is a korszak fontos komponistái közé tartoznak. Ide kell sorolnunk Lajta Lászlót is, akinek műveivel most ismerkedik a nyugati világ. A század folyamán a II. Világháború előtt és után, majd 1956-ban magyar zenészek nagy sora hagyta el az országot, és külföldön tett szert világszerre. A karmesterek közül Doráti Antal, Ormándi Jenő, Reiner Frigyes és Sölti György alakjai mellett Kertész Ismárra és Rozsnyai Zoltánra is illik emlékeznünk. Szép számmal akadtak a hangszeres művészek között, akik nyugaton kerestek és találtak szerencsét, például Cifra György, Frankó Péter, Pap György és Vásári Tamás.
A személy állományban készségtelenül meggyengült zenei élet, otthon maradt tagjai közül Ferencsik János, Lehel György, Fischer Anni, Kovács Dénes, Lehotka Gábor, Svéd Sándor, Székely Mihály és mások biztosították a magas színvonalú zenei életet. A Kodály utáni korszak új szemléletű komponisták közül felsorolhatjuk Balassi Sándort, Bozai Attilát, Durgó Zsoltot, Kocsár Miklós, Kulták Györgyöt, Láng Istvánt, Ligeti Györgyöt, Maros Rudolfot, Mihály Andrást, Petrovics Emilt, Soprani Józsefet, Szokolai Sándort és Szőlősi Andrást. Az 1960-as években külföldi iskolázatságú komponisták is jelentkeztek, Dubrovai László, Ötvös Péter, Viktor Máté, később Decsényi János, Orbán György, Selmeci György és mások is szerepet kaptak műveikkel. A 60-as évektől kezdődően sorra alakultak a vidéki szimfonikus zenekarok, amelyek egyre magasabb színvonalon működtek, Miskolc, Pécs, Szombathely, Győr, Szeged, Debrecen, stb. Világhírű kamara együttesek, így a Bartók Vonós Négyes, a Takács Vonós Négyes és a Liszt Ferenc kamara együttes szintén világhírre tettek szert. Új előadó művész generáció robbant be a hangverseny életbe, itt Kocsi Zoltán, Ránki Dezső, Sif András, azután Jandó Jenő, később Bogyányi Gergely, a zongoristák között, a további hangszeresek között Kelemén Barnabás, Oncai Csaba, Perényi Miklós, Szenthelyi Miklós, Szabadi Vilmos, valamint Elekes Zsuzsa, ismert orgonaművész kerülhetnek szóba. A század utolsó évtizedében olyan énekesek tűntek fel, akik keresett és ünnepelt. Művészei váltak a világ opera, híres opera színpadainak, így Gregor József, Marton Éva, Polgár László, Sas Szilvia, Rost Andrea és Miklós Erika. A fiatal magyar karmesterek sorra tetszett világhírre Fischer Ádám, Fischer Iván és Hamar Zsolt. A magyar könnyűzene is jelentősé vált országunk és a világ életében. Ebben most nem tudunk hosszasan foglalkozni, de két példát érdemes most is megemlíteni. Kozma József alkotó zsenia tette világhíressé az Őszi Levelek című dalt, amíg Szeles Rezső Szomorú Vasárnapja is végtelen híressé, bizonyos értelemben hírhetté is válhat. Van egy álmom, amely sajnálatos módon életem folyamán úgy gondolom csak álom marad. Szép lett volna megírni azt, hogy a Milánói Scala műsorára tűzte volna Erkel Ferenc Bánybányát. Még azt sem bánnám, ha az a híres nagy ária a többi zenei szemelvénnyel együtt olaszul csendülne fel az előadás folyamán, valahogy úgy olyan formában, ahogyan az elhangzott a Magyar Operaház 2018-as New York-i vendégszereplésére készített összeállításom. Türelmeteket hálásan köszönöm, kívánok nektek vírusmentes napokat, vírusmentes életeket, és vigyázzatok egymásra, vigyázzatok magatokra, de ugyanakkor ne felejtsétek a reményt, 2021-ben találkozunk a Reménység tavánál. Köszönöm szépen!